nem megyünk sehova, itt maradunk. Na figyeljetek egy picit! Van egy bejelenteni valóm. Egyébként, ha megtennék a biztonsági őrök, hogy kinyitják a bankajtót, hogy az ügyintézők is hallják, mert érdekelné őket, ebben biztos vagyok. Nyilván a rendőrség úgyis meg fogja tudni. A mikrofon kapcsolják be, hogyha becsukják az ajtót. Tehát megvan a következő demonstráció forgatókönyve. Ötletgazda a Vili, Gyöngyi lesz a másik főszervező. Ugye azt mondtuk, hogy minden hónap harmadik péntekje, a bankok fekete napja, tehát a következő ilyen az a június 18-a lesz, a neve pedig békamenet lesz, az oktogonon. Tehát az oktogoni bankoknak már is lehet szólni, hogy rettegjenek, az oktogon körül békamenet lesz, egész nap körbe-körbe fogunk járni az oktogonnál, ez lesz a program, közben természetesen leplakátoljuk a bankokat, mindenki keressen zöld ruhát magának. Tehát a belépő zöld ruha, zöld sapka, tehát minden csupa zöld lesz, és békamenet az oktogon körül, mindez július 18-án, szintén reggel 8 órakor, már ott leszünk nyitásra, úgy hadd lássák, hogy mi folyik itt. Addigra úgy is kiderül, hogy eltörölték-e a devizahiteleket, a végrehajtásokat, kártalanítás történt-e, és a felelősök börtönbe ülnek-e. Tehát mondjuk egyik bank se lesz nyitva, mert börtönbe ül mindenki, és ki lesz írva, hogy börtönbe mentünk. Akkor ugye nyilván csak ünnepelünk, de amíg ezt nem írják ki, hogy börtönbe mentünk, akkor pedig a Fidesz a hozzá fűzött reményeinket nem váltotta be, tehát akkor béka menet fog történni. Úgyhogy hamarosan be is jelentjük, megcsináljuk a performance, mindenki gyűjtse a zöld ruhát magának, tehát a belépő a zöld ruhába lesz. Hajrá! Akinek